Tessék. Most ez mi? Pénz. Azt látom, de minek? Karácsony van. Vegyem el? Igen. Jó. Elveszem. Amire kell, most elég is lesz. Remélem. És ez mi? Majd este tudod meg. És a tiéd hol van? Nekem nem kell semmi. Valami, amit szeretnél. Semmi nem kell. Vagy ha valami, akkor... Na. Még pénz. Mire? Egyelőre semmire. Aztán majd veszek rajta valamit. Baba, vegyél magadnak valamit. Inkább becsomagolom ezüst papírba és fellógatom a karácsonyfára. Hülyeség, de mindegy. Nem hülyeség. Féle marhaságokra költöd és megint pótolhatom. Mire van leginkább szükségem? Baba, én ahogy csak tudok spórolni. Csak hogy nem tud spórolni. Mindenki úgy tudja. Thorvald is, hogy a papától kaptuk a pénzt. És nem. Nem. Neked is hazudtam. Papa egy fillért se adott nekünk. Én kerestem meg a pénzt. 4800 koronát. Hogyan? Ügyesen. A kölcsön nem kérhettél. Miből gondolod, hogy nem? A feleség nem kölcsönözhet a férje hozzájárulása nélkül. Kaphattam a pénzt például egy hódalomtól. Te elkövettél valami olyat? Miért? Hát olyan meggondolatlanságot? A férjem életének a megmentése. Szerinted meggondolatlanság? Figyeljen rám, Helverné asszony. Elmagyarázom, hogy miről van szó. Magyarázza. Amikor a férje megbetegedett, maga kölcsön kért tőlem 4800 koronát. Azt, hogy megszerezte, ma is köszönöm. Csak hogy én ezt a pénzt bizonyos feltételekkel szereztem meg, miszerint az édesapja kezességet vállal az adósságáért. Én odaadtam magának az adós levelet, hogy postán elküldhesse az édesapjának. 6 nap múlva hozta nekem a levelet az édesapja aláírásával. Ekkor meg is kapta a kért összeget. Emlékszik-e véletlenül az édesapja halálának a napjára? Úgy értem, melyik hónap, melyik napján halt meg? Papa szeptember 29-én halt meg. Pontosan. A maga édesapja ezt a levelet érdekes módon a halála után 3 nappal írta alá. Lehet, hogy... Mert azokban nekem kárba húckodnia. Az édesapja szeptember 29-én halt meg. Az aláírása mellé pedig október 2-án. Ez áll ezen a papíron. Persze ezt meg lehet magyarázni. Az édesapja elfelejtette odaírni a dátumot, és valaki találomra pótolta azt, még mielőtt tudomást szerzett volna a tragikus eseményről. Ám a legfontosabb, mégis maga az aláírás. Az édesapja írta ide a nevét? Nem. Hanem maga írta oda, igaz? Én írtam oda. Tudod, mi áll a levélben? Tudom. Igaz, amit ír? Igaz. Megtettem, mert mindennél jobban szerettelek ezen a világon.